Erős Európához erős nemzetállamok és stabil kormányok kellenek, erre a megállapításra jutott a Nézőpont Intézet. Tanulmány kötetükben ezt a megállapítást azzal egészítették ki, hogy a kontinensen egyre erősödő elitellenes erők éppen ezt a stabilitást gyengítik vagy gyengíthetik. Itt van a stúdióban Fodor Csaba, a Nézőpont Intézet ügyvezetője. Jó reggelt kívánok! Köszönöm, jó reggelt kívánok! Nézzük már meg pontosan, hogy elitellenes erők erősödése alatt kiket értenek, tehát például mondjuk a szélsőségeseket, mondjuk az Osztrák Szabadságpárt, a Wilderszék Hollandiában, vagy a Le Penék Nemzeti Frontja Franciaországban? Így van, tehát a tanulmány kötet abból indult ki, hogy Európában számos válságjelenség van. Röviden felsorolva ilyen a Brexit például, ilyen a déli országokat sújtó gazdasági és társadalmi válság, gondoljunk például a fiatalok munkanélküliségére, de akár a demográfiai krízist, vagy éppen a bevándorlási problémákat, illetve a terrorizmust is ide lehetne sorolni. És hát ugye azt vizsgáltuk meg, hogy az európai közélemény kutatások alapján pontosan hogyan állnak ezek az elitellenes rendszer kritikus pártok. Talán a rendszer kritikus kifejezés jobb egyébként ebből a szempontból, és ezzel válaszolok is a kérdésre, pontosan leírja azt, hogy olyan bal és jobboldali politikai erőkről beszélünk, tehát nem csak jobb, hanem baloldali politikai erőkről is beszélünk, amelyek azért alapvetően kritizálják a fennálló rendszereket, politikai rendszereket Nyugat-Európában, olyan drámai mértékben fordítanának a kormányzásnak a most megszokott irányain, amely már indokolja, hogy ebbe a csoportba soruljuk. Igen, de alapvetően nem nagyon nyernek választást, előfordul, hogy nyernek választást, pontosabban, hogy kormányra kerülnek, de nem jellemző legalábbis most. Mégis ezek szerint az adott ország stabilitása sérülhet ilyen tekintetben általuk? Így van, itt három példát említenék. Egyfelől azt tapasztaltuk, hogy nagyjából 60 millióan szimpatizálnak kontinens szerte rendszer ellenes, rendszerkritikus bal vagy jobb oldali politikai erővel. Ez a választóknak. Így van, ez nagyjából az Európában valamely tagállamban választójoga rendelkezőknek az egyötödét jelenti. Ami nagyon érdekes az az, hogy a bevándorlási válság kezdete óta 6 millióval növekedett ez a szám. Ez nagyjából egy Szlovákia méretű lakosság számnak feleltethető meg, ez az egyik megállapítás. A másik az, hogy ha megnézzük például a holland választást, akkor nagyon egyértelműen kiderült, hogy mi korábban ezek a rendszerkritikus formációk, bal és jobboldali formációk a megszerezhető mandátumok egynegyedét birtokolták, addig a legutóbbi választáson nagyjából már a 40%-át szerezték meg. Nyilván az arányos választási rendszerből is fakadt, tehát nincsen semmiféle többségi elv a holland választási rendszerben, mindenki annyi mandátumot szerez, amennyit a szavazatarány alapján a rendszer számára lehetővé tesz, de azért még csak érdemes elmondani, hogy nagyjából 80 napja nincsen új kormány Hollandiában. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy komoly kihívás elé álltak a nyugat-európai elitpártok. És hát ugye itt volt a harmadik fontos példa, Franciaország esete, ahol pedig mégiscsak Marine Le Pen egy történelmi eredményt ért el azzal, hogy nagyjából 10,6 millióan szavaztak rá a második fordulóban. Tehát igaz, hogy nem feltétlenül nyerik még meg a választásokat ezek a formációk, viszont a kampányt azt teljesen áttematizálják. Európa legliberálisabb államában, Hollandiában és részben Franciaországban is például egy vallási kérdés, az iszlám valláshoz való viszony nagyon fontos szerepet kapott, illetve a bevándorlás abszolút központi témává vált a nyugati kampányban. Azért emlékszem, hogy a 90-es évek végén is már ezekről a pártokról rendszeresen tudósítottunk a híradásokban. Lehet, hogy nem voltak ilyen erősek, vagy ennyire megerősödöttek, de azért mégiscsak eldöcögött 15-20 évet azóta is a demokrácia, nem? Ez így van, és könnyen lehet egyébként, hogy kifutó termékekről beszélünk, tehát lehet, hogy elérik az üvegplafont ezek a politikai formációk, illetve jelöltek. Nagyon fontos kérdés éppen azért, hogy a nyugat-európai elitpártok, főként a kereszténydemokrata pártok például hogyan reagálnak erre a helyzetre, mennyiben tudnak közelíteni az ideológia alapú gondolkodástól a pragmatikus, valóság alapú gondolkodás, illetve politizálás felé. Ez egy kulcskérdés lesz, mert ha nem teszik ezt meg, akkor látszik, hogy már nagyon könnyen leválthatóvá is válnak előbb-utóbb, hiszen van most már alternatívájuk. Hát nyilván ugye eleve az egész kutatásnak az a központi kérdés, hogy vajon erős tagállamok lazább szövetsége legyen az Unió, vagy erős központi hatalommal bíró kisebb önrendelkezésű tagországok egyesülése. Nem tudom, hogy erre kapunk-e választ ebből. Hát ez egy nyitott kérdés alapvetően, de az biztos, hogy csak úgy lehet erős Európát építeni, hogyha a nagy tagállamokban stabilitás van, rendezett kormányzati viszonyok vannak, rendezett politikai viszonyok vannak.
vannak. Hogyha megnézzük az elmúlt időszak választásait, és előre tekintünk mondjuk Németországra, Ausztriára, vagy éppen Olaszországra, borzasztóan sok nyitott kérdés van, és inkább azt látjuk, hogy noha nagyon sok problémával kellene megbirkóznia az Európai Uniónak, a nagy tagállamok inkább a politikai instabilitás felé haladnak. Fodor Csaba, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.